szinte költői a kérdés, milyen gyakori, hogy étel allergiával vagy annak gyanújával keresnek fel téged? Hát szerintem elmondhatom azt, hogy nincs olyan nap, hogy ne lenne ételallergiával vagy ételintoleranciával élő paciensem. Ha még nem bizonyított, akkor hogyan lehet kideríteni, hogy valamilyen ételre érzékeny a páciens? Hát mindenféleképpen laboratóriumi vizsgálattal lehet konkrét diagnózis, tehát egy vérvizsgálattal. Ennek kettő altípusa van, vannak az ételallergiák és az ételintoleranciák. Az ételallergia az immunválaszon alapuló reakció, tehát egy immunreakció indul meg az adott allergénnel szemben. Az ételintoleranciáknak pedig semmi köze nincsen az immunrendszerhez, hanem ott kvázi egy emésztési nehezítettséget jelent, tehát valamilyen enzimhiány, vagy valamilyen alapbetegségből sérül az emésztés, és az adott alapanyagokat ideig, óráig nehezebben tudja feldolgozni a szervezet. Ez az intolerancia, és vérvizsgálatból specifikus reagensekkel ki lehet ezeket szépen mutatni. Hányféle ételérzékenységet tud kimutatni egy-egy vérvizsgálat? Tehát, hogy külön ki lehet deríteni azt, hogy mondjuk valaki tejfehérjére, vagy tojásfehérjére érzékeny, és így külön ezeket az élelmiszereket? Igen, attól függ, különböző spektrumú vizsgálatok vannak. Vannak, amelyik csak a légúti allergéneket vizsgálják, van, ami a nutritív panel, tehát az élelmiszerre történő allergiát vizsgálják, és akkor ezekből is lehet választani, nyilván az igény a tünetek függvényében, hogy most akkor csak egy 10-es, 12-es vizsgálat, de vannak az intoleranciáknál elég széles körűek, tehát van, ahol több mint 200 anyagra vizsgálódnak. Hol lehet ezeket a vizsgálatokat elvégezni, vagy kihez lehet fordulni, hogyha valaki szeretné ezt megnézetni? A gasztroenterológus utalhat be államilag finanszírozott rendelésen ételallergia vizsgálatra. Ételintolerancia vizsgálatot viszont magánlaborokban szoktak csak végezni, de fizetősen lehet ott is ételallergia vizsgálatot. Tehát ha valaki nem szeretné végigjárni ezt a sok beutalós, szakorvosos kört, amire sajnos lehet, hogy hónapokat is kell várni, mire egy-egy szakrendelésre bejutunk, rövidre szeretnénk zárni a kört, akkor érdemes esetleg a magánlaborokhoz fordulni. Nem szoktunk az árakról beszélgetni, de mennyire borsos ennek a vizsgálatnak az ára? Hogyha valaki ezt a széles spektrumú vizsgálatokat kéri, annak azért jó pár 10 000 forint az ára. Én azt szoktam mondani, hogy nem mindig feltétlen kell ezekbe bemenni, tényleg indokolt esetbe célszerű csak. Hogyan lehet kezelni az ételérzékenységet vagy ételallergiát? Mindenféleképpen, ha megvan az intoleranciát kiváltó alapanyag, ki kell zárni az étrendből. Nem feltétlenül egy életre szóló diétát jelent. Tehát, ha bizonyos betegségek szövődményeként jött létre ez az emésztési nehezítettség, az intolerancia, akkor elég egy átmeneti kizárása. Nyilván a tünetektől függ, de én azt szoktam mondani, hogy azért stabilan el kell érni a tünetmentes állapotot több hónapra, és akkor utána óvatosan, apránként visszavezetve betehetjük azt az élelmiszert megint az étrendbe. De valakinél sajnos egy intolerancia maradandó, tehát nem feltétlenül csak az allergiánál kell kizárni egy életre ezt a problémát okozó élelmiszert. Vannak olyan problémák, amelyeket akár gyógyszeresen is lehet kezelni? Allergia nem, tehát arra sajnos nincsen semmilyen gyógyszer. Nem szabad bemenni abba a csapdába. Az interneten nagyon sokszor felháborító módon árulnak olyan kis tablettákat, hogy a gluténérzékenyeknek egy megoldást jelent, hogy bekapkodjuk ugyanúgy, mint a laktózérzékenyeknél a tablettát, és akkor az már semlegesíti az ételnek a gluténtartalmát. Nem szabad ezeket elhinni, nincs ilyen tabletta forgalomba. Életveszélyes állapotba sodorhatja az embert, hogyha megterheli magát gluténnel, és beveszi ezt a tablettát, ami semmire nem jó. Tehát borzasztó tüneteket hozhat magával. Viszont intoleranciánál léteznek olyan tabletták már, amik segítik az emésztést. Például, mint a laktózintolerancia. Laktóztartalmú, laktázenzimtartalmú tablettát, ha beveszünk, akkor semmi problémánk nem jelentkezik az esetek nagy részébe, de ugyanígy a hisztaminintoleranciánál is van, hisztaminbontó enzim bevétele után javulhat az állapot, illetve egyéb ilyen intoleranciáknál előfordulhat. Nem mindegyikre van sajnos, de most már elég széles a paletta, amiből válogathatunk. Az ismerősi körömben gyakran előfordul az, hogy kínáljuk mondjuk egy kis főzelékkel, vagy egy levessel, amiben mondjuk található vagy glutén, vagy tej,
és kiderül, hogy mondjuk nem fogyaszthatná azt, viszont van egy ilyen válasz rá, hogy attól a kicsitől nem lesz bajom. Igaz-e ez? Hát én azt mondom, hogy nem szabad ezekbe belemenni, ezekbe a vitákba. Én is tapasztalom nagyon sokszor, nekem is nagyon sokját mondják, hogy jaj, hát most azt az egy falatot megeszed, mi bajod lesz tőle. Nyilván, aki nem élte át ezt a problémát, nem érzi, hogy milyen tüneteket tud okozni, és ezért mondja. De aki már benne volt ebbe, én azt mondom, allergia esetén ki kell zárni, mindenféleképpen ott kismértékű kilengés sem engedélyezett. Intolerancia esetén nem szoktak heves tünetek lenni, tehát nem jutunk el odáig, mint például egy tejallergiánál, akár anafilaxiás sokk is kialakulhat belőle, ami egy életet veszélyeztető állapot. Intoleranciáknál nem szokott ilyen előfordulni. Mindenki eldönti, hogy bevállalja azt a puffadást, hasmenést, egyéb kellemetlen tüneteket utána, de valószínű, hogy fog panaszt okozni ez az egy falat is éppen.